A délutánig tartó kiállítással egybekötött vásárnak a Csíkszeredai megyeháza oszlopcsarnoka adott otthont. Házigazdaként Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke köszöntötte a megye különböző pontjairól érkező kiállítókat és az érdeklődőket, látogatókat. Kézzel készült ajándéktárgyakból vásárolhassunk, hisz azt gondolom a karácsony arról is kell szóljon, hogy odafigyelünk egymásra, és a felkészülés folyamatában adunk, és minél többet adunk egymásnak, mert igazából az életnek a szépségét talán csak így lehet kiteljesíteni. Beszédében rámutatott arra, hogy a karácsony arról is kell szóljon, hogy odafigyelünk egymásra, és a felkészülés folyamatában adunk másoknak. A mai nap jó alkalom volt arra, hogy azokból az értékes kézzel készült ajándéktárgyakból válasszunk, amiben benne van a készítő szíve, lelke is, mondta az elnök. A vásár hivatalos megnyitóján a megyeelnök mellett részt vett Ince Zsuzsanna, a Hargita megyei mozgássérültek szervezetét képviselve, valamint Elekes Zoltán, a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság igazgatója. A vásár ugye hagyományosan a sérültek világnapján december 3-án szerveződött, az idén ez sajnos nem sikerült, de ugyanakkor azért van ennek jó oldala is, hogy így sikerült. A szerepe mindig az, hogy a sérült személyeknek lehetőséget biztosítsunk, hogy megmutassák a társadalomnak, a külvilágnak azt, hogy ők is értékesek, ők is tevékenyek, szép dolgokat tudnak létrehozni. Ahogy mondtam, az időpont egy kicsit csúszott most, de azért ez is szerencsés, hiszen pont karácsony előtt vagyunk, és egyrészt az emberek karácsonyi ajándékként is vásárolhatnak ilyen termékeket, másrészt pedig a karácsony mindig ugye a találkozás, a szeretet ünnepe, és ez is egy jó alkalom, hogy mindezt megmutassuk, megéljük. Mi Csíkszeredából érkeztünk a Manó tanodától, akik súlyos fogyatékos gyerekeknek óvodája és iskolai csoportjaik vannak. Zsögödben van az a egységünk. És mit hoztak? Hát egész évben dolgozgattunk, sokat nemezeltünk, gyerekekkel nemezeltünk, mindent hoztunk, amit szívvel lélekkel készítettünk. A vásárba kilátogattak a rendkívüli tanácsülésre érkezett megyei tanácsosok is. A nap programját a Csíkszeredai 2-es számú elhelyező központ lakóinak pásztorjátéka, a Sunshine zenekar előadása színesítette, ugyanakkor a csíkszentsimoni fúvó zenekar is biztosította a jó hangulatot.